Nem léphettek törvényerőre a büdzsék kihirdetésével egy időben azok a rendelkezések, amelyeket a kormány felelősségvállalással fogadott el, de a PCD megtámadta az Alkotmánybíróságon. Ez az oka annak, hogy a kormány a sürgősségi kormányrendeletek eszközét kénytelen használni. Tehát, hogy tökéletesen realisták legyünk, számos olyan rendelkezés van, amely hatással van a költségvetési törvényekre. Ilyen formán életbevágóan fontos, hogy elfogadjuk, akár sürgősségi kormányrendelet formájában is. A sürgősségi rendelet ugyanis azonnal hatályba lép, tartalmát csak utóbb módosíthatja a parlament. A ma elfogadott rendeletek tartalmazzák a képviselők és szenátorok pótlékának befagyasztását, a magánszférából a közszférába való ideiglenes áthelyezések megtiltását, a fizetés és a nyugdíj halmozásának megtiltását a közszférában, a büntetőpontnagyságának befagyasztását a 2017-es szinten, illetve a polgármesterek és megyei elnökök speciális nyugdíjfolyósításának elhalasztását.